köszöntelek újra titeket itt, már nem először. Egyedül Virág Tibor az, aki még nem volt a vendégem. A mostani témánk, ugye, ahogy beharangoztam, kreativitás, művészetterápia és meditáció a lelki egészségért, valamint a Waldorf oktatás. Hát ez elég szép nagy téma, nyilvánvalóan ezt teljesen nem fogjuk kivesézni, de szeretném azt, hogy azokat a gondolatokat és azokat az energiákat, aki itt van, átvegye, amiket mi szeretnénk üzenetként átadni. Tibor, bemutatlak először téged, te vagy az iskola képviseletébe, éppen gyűjtöd nekünk a vizet, nagyon köszönjük, hogy tudjunk közben szomjat oltani, mert jó meleg van. Tehát Virág Tibor, ő a Waldorf iskola képviseletében van itt. Dr. Kovács Szilvia, ő integratív gyerekterapeutaként van itt. Ezt még így nem mondtam be, úgyhogy ez de sikerült. Bullás Mária, ő pedig spirituális üvegfestő, költő és sok minden más. Egyáltalán spirituális ember, jó mondja Szilvia, de a Szilvia fog meg a mikrofont, és akkor mindannyian halljuk, hogy te mit mondasz, csak be kell kapcsolni. És hát azért vagyunk így itt, most négyen, hogy segítsünk mindenkinek önmagára találni, hogy meglássa, hogy Marika hogy csinálja, Szilvia mit gondol erről, és hogy a Waldorf oktatás mit képvisel. Először megkérdezem Szilviát, miután ő itt most a szakember, hogy egy pár gondolatba, én azért a Waldorf oktatásra kérdeznék rá, csak röviden. Tibortól is megkérdezzük, de te azt mondtad, hogy te ismered ezt a Waldorf oktatást, hogy mennyiben más ez, mint egy másfajta oktatás. De ezt mégsem tőlem kéne megkérdezni. De én most szeretném, hogyha te egy mondatban röviden ezt úgy bevezetnénk. Én úgy gondolom, hogy pont a kreativitás van a középpontban a Waldorf oktatásban. Amit én látok, ha gyerekekkel dolgozom, akkor az integratív gyerekterápia az alapvetően ugye a kreativitást használja föl, a művészetterápiát használja föl sok más egyéb módszer mellett. És hogyha véletlenül találkozom Waldorfos gyerekekkel, akkor sok egyéb technikát is tanulok tőlük. Nagyon nyitottak, nagyon felszabadultak, de hát attól függetlenül nyilván vannak élethelyzetek, amiben segítséget kérnek. Úgyhogy nekem leginkább ez a fajta nyitottság, felszabadultság, kreativitás, önkifejezés az, ami lejön azokból a gyerekekből, akikkel én találkozom. Akkor most jön Tibor. És Tibor, most akkor te mesélj arról, hogy te foglalkozol gyerekekkel itt az iskolában, miket csináltok, és te milyen tapasztalatokkal vagy ebbe a szempontból? Hát ennyit értek az eredet szóval, hogy tulajdonképpen biztosan, hogy kreatívak a gyerekek, nyitottak és elevenek is, és azt gondolom, hogy az iskolának az egyik célja az tulajdonképpen az is. Azt is mondhatnám, hogy az életre nevelni a gyerekeket, és én tulajdonképpen elég sokféle területen dolgoztam, vagy inkább azt mondom, hogy együtt dolgozom a gyerekekkel, és azt tapasztalom, hogy én is tanulhatok tőlük, ők is valamit tanulnak tőlem, de mindenképpen tényleg nagyon nyitottak, és úgy állnak hozzá a dolgokhoz, de ez az iskolának a sajátságból adódik, hogy ők azért leginkább mindig vidáman és kreatívan állnak a feladatok elé. Nincsenek igazából, hogy nagyon nagy feladatok felelősségvel az iskolában. A másik dolog meg, amiben talán különbözik ez az iskola, hogy figyelembe veszi a gyerekek teljes személyiségét, és a teljes személyiséget próbálja oktatni, nevelni, segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tudatosan felépített dolog, kicsit mások esetleg. Azért tartom fontosnak, hogy most ebben a programban helyet kapott a Waldorf oktatás is,
mert úgy érzem, hogy az a poroszos oktatási stílus, ami ugye elterjedt itt már, és én is ebben nőttem fel, annak már lejár az ideje. Már lejárt az ideje, és az, hogy lejárt az ideje, annak bizonyítéka az, hogy akik még azt képviselik, vagy abban tevékenykednek, nagyon nehezen bírnak a gyerekekkel. Mert ugye ezek a gyerekek, ugye minden generáció más energiával születik meg, már nem tudja ezt tolerálni sem. Tehát azt az erőszakos, és tulajdonképpen úgy mondanám, hogy önmagukat feladni kényszerítő oktatási módszer már nem lehet megfelelő a mai gyermekeinek. És úgy gondolom, hogy terápiára van szükség, annak biztosan, hogy okai vannak. Szilvia, szeretném, ha erről mondanál nekünk valamit. Igen, a terápiák egyik része az nyilván abból adódik. Az egyik része nyilván az élethelyzetekből vagy hozott dolgokból, egy másik része pedig úgy néz ki, hogy jönnek a szülők, hogy a gyerek nem akar tanulni. És akkor elkezdek dolgozni egy gyerekkel, és ott van egy, nem tudok más mondani, egy bűvány, kedves, aranyos gyerek, aki mindenfélét alkot, beszél, mond, csak egész egyszerűen a hétköznapi létben nincs lehetősége arra tulajdonképpen, hogy saját magát megélje, saját magát kifejezze. És én azt érzem a terápiák során, hogy ez tehát annyira szorítja már a mostani iskolásokat, hogy nyilván ki ez, amiben én találkozom, szorongással, teljesítménykényszerrel, bepisiléssel, teljesen mindegy, hogy mi a tünete, de hogy valahol ide vezetődik vissza, hogy nagyon egysíkú az oktatás, tehát hogy bemenjen az információ, és ezt valamilyen, tehát nagyon egyszerű formában adja vissza a gyerek, és ennyi. És ugyanakkor, amikor a gyerekek a legkreatívabbak, a legaktívabbak, tulajdonképpen nem használjuk ki igazából, sőt, mi több, nagyon-nagyon rossz érzés, hogy felső tagozatra már teljesen bezáródnak. Tehát nekem a legdöbbenetesebb az, amikor mondjuk egy relaxációs technika során, vagy egy meditáció során, nem abban az értelemben használom a meditációt a terápiában, mint mondjuk egy spirituális meditációt, tehát relaxáció és mondjuk egy hívóképre lát valamit a gyerek, megalkotja és megkérdezi tőlem, hogy ez így jó lesz, és ez egy nagyon rossz kérdés, vagy nagyon szívszorító kérdés, hiszen ő azt látta, ő azt élte meg, és hogy ugye ez biztos érezhető, hogy ez egy ilyen borzasztó nehéz dolog, hogy mindent így él meg, hogy az, amit én érzek, gondolok, látok, az vajon jó-e, és mondjuk ettől ötig az milyen érdemel, egyet érdemel. Szerintem ebben nagyon kellene változni valóban az oktatásnak. Én ezt a részét élem a terápiában. Igen, hát én is ezért tartom ezt nagyon fontosnak, mert nekem is hosszú éveket kellett itt most önmagamon dolgozni, hogy lebontsam azokat a kemény héjakat, meg burkokat, amit magam köré építettem, pontosan az ilyen oktatás, de nem bántok senkit, de szülői hozzáállás kapcsán is megkaptam. Tehát a megfelelni akarás, tehát hogy engem csak akkor szeretnek, hogyha ezt és ezt és ezt úgy csinálom, ahogy tőlem elvárják, tehát ez az, ami, és ugye miről beszéltünk egész nap, hogy lélekközpontú a betegségünk is. Tehát az, hogyha valakinek problémája van, akkor mindig a léleknél kell kezdeni, hogy mi az, amit ő nem tud megélni, nem tudja úgy tenni, ahogy a lelke diktálja, és hogyha ezek a gátak működnek, mert hogy megkapjuk a szülőktől, vagy a tanároktól, vagy teljesen mindegy honnan, akkor, de egyébként mondhatnám a televíziót is, ahol ugye sugallják azokat a gondolatokat, amiket követni teljesen fölösleges. Tehát ezeket, hogyha az ember nem tudja letenni, akkor igenis megbetegszik. Szeretném, Bullás Marika, miután te még nem kaptál szót, hogy beszélj magadról, mert egy nagyon jó példa vagy mindannyiunknak, hogy bármikor el lehet indulni önmagunk felé. Úgyhogy ezt röviden szeretném, ha elmondanád, hogy te hogyan csináltad. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem vagyok hozzászokva. Gyerekekről hallottunk, és elmondanám, hogy
kisgyerekkoromban én nagyon szerettem rajzolni, festeni, házat ragasztottam, ezzel egy apró cserépen, főrajzolva és minden, de nem ez volt az életprogramom, és a szüleim igazán nem is támogattak ebbe, mert ők úgy gondolták, hogy ez egy komolytalan dolog, és pénzt kell keresni. Hát aztán szakmát tanultam, és 99-ben ez egyik pillanatra, és tulajdonképpen el is felejtettem azt a gyerekkori álmokat, történeteket, hogy én mit szeretnék, vagy mit szerettem volna. 99-ben augusztusában egy pillanat alatt történt a csoda, ha fogalmazhatok így. Egy kis festett üvegpoharat láttam, és azt mondtam, hogy hát ezt nekem ki kell próbálni. Egy hét alatt találtam épp egy induló tanfolyamot, egy 24 órás tanfolyam volt. Hát én azt hiszem, nem egy olyan nagy horderejű dolog, egy 24 órás tanfolyam, hát éppen megmutatták, hogy hogy kell kontúrozni, hogy elmaszatolni a festéket. Hát nagyjából ennyi volt. Majd januárban, ez decemberig tartott, na most én akkor már éreztem, hogy elindul bennem valami új dolog, valami nagyon izgalmas, valami nagyon csodálatos, így fogalmaznák, mert mikor az első órán beültünk, hát azt láttam, hogy 20 éves kis fiatalok vannak, mondom, mit keresek én itt, de jó, majd ha nem megy a dolog, akkor abba hagyom, mert abba hagyni mindig abba lehet, csak ez nem az én pályám, ha fogalmazhatok így, mert amit én elkezdek, azért úgy szeretem végigcsinálni. Na most a harmadik vagy negyedik órán három oktató volt, és a háromból három oda jött hozzám, és azt kérdezte, bevittem egy munkát, amit én otthon próbálkoztam, és azt mondták, hogy úgy elmondod nekünk is, hogy ezt hogy csináltad. Na most innentől éreztem, hogy azért van itt valami benne, amiért érdemes tovább csinálni. Majd januárban, mert ugye decemberben ez a tanfolyam befejeződött, januárban hirdettek egy Tiffany tanfolyamot. Hát azzal is úgy indultam, bevallom, hogy mert azért elég erős anyagi vonzata volt csiszológépet venni, meg pákát, meg tehát ehhez felszerelést. És ugye az első gondolatom az volt, hogy erre a pár évre. Aztán végig gondoltam, hogy az a pár év akármennyi lehet, hát próbáljuk meg. Hát így indult az a rész az életemnek, amikor Tiffanyt tanultam. Majd ugyanakkor januárban elmentem egy Vicon kiállításra, és hát megfogott a varázsa. És azt mondtam, hogy itt helyben, oda mentem Jószai Sándorhoz, a Vásárhelyi Vicon-festő művészhez, hogy vegyem fel a csapatába. Tehát tulajdonképpen két tanfolyamot végeztem akkor, és akkor éreztem, hogy valamit találtam, valami olyan jó dolgot, ami hiányzott az életemből. És én nyugodtan mondhatom most, ennyi idő után, hogy boldog embernek vallom magam, és nem sajnálom se az időt, se az energiát, amit ráfordítottam, mert olyan csodálatos dolgokat élek meg, ami kimaradt idáig az életemből. Még a pénzt sem sajnálod, mert az egy nem kis befektetés, amikor így a saját gondolataidat üvegre veted. Egyébként ott állítottuk ki Marikának a képeit, de ez csak egy töredéke annak a csodálatos sok-sok képnek, ami egyébként honlapján is meg lehet tekinteni. A Pulás Mária e-oldal. De ha a nevet beütik, akkor is láthatják. De tudni kell Marika rólad, hogy te nem csak ezt, hanem még verseket is. Csak úgy fogod, és fogod a papírt, és jön a vers. Igen, hát ez tulajdonképpen a versek már a festés előtt indultak. Érzések voltak bennem, gondolatok, és szerettem volna valahogy kifejezni azokat az érzéseket, amik bennem vannak. Azokat a gondolatokat leírni, mert úgy éreztem, hogy ha leírom, talán
talán valami megmarad, abból a pillanatból, abból a varázslatból, amit épp akkor él meg az ember. És így indultak, hogy először a versek, majd a képek, de írok prózát is, kis tanmeséket is, és én, amit ma úgy gondolom, hogy elég kevesen mernek ilyet mondani, én egy boldog ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretek, és ez nem csak számomra, hanem úgy érzem, hogyha tudok adni valakinek, ha csak egy kiállításon megállnak egy kép előtt, és elfelejtik a napi problémát, a gondot, addig a negyed óráig, fél óráig, akár meddig, amíg ott vannak, akkor nem valami jó dolog történik, hiszek benne. És ne felejtsük el, ahogyan a professzor úr is elmondta, aki hallotta, hogy ugye minden energia és rezgés. És amikor Marika, vagy teljesen mindegy, Tibor alkotnak valamit, akkor abban benne van az ő rezgésük, az akkori rezgésük, amit az alkotás közben ők akkor képviseltek. És ennek következtében olyan hatással vannak emberekre, hogy például rám olyan hatással volt Marika egyik képe, hogy folyt a könnyem egyfolytában, és összeszorult a szívem. És ugye ez a... Melyik kép is volt az élet? Az élet íze volt, mert az a szeretetről szólt. És ugye nekem mi az életfeladatom? Hát ezt megvalósítani elsősorban a saját életemben, és aztán segíteni másokat erre az útra. Úgyhogy ez igenis gyógyít, segít, mert megnyit bennünk olyan kapukat, amikkel a saját önvalónkhoz közelebb kerülhetünk. Mi a véleményed erről, Szilvia? Ahogy a Marika mesélte az életét, tulajdonképpen az jutott az eszembe, hogy a terápia az arról szól, hogy azok az érzések, gondolatok, amik mondjuk egy gyerek számára megfogalmazhatatlanok, azokat a terápiás eszközök segítségével próbálunk egy eszközt adni a gyerek kezébe, amivel ez kifejezhetővé válik. Én ezt terápiás közegben végzem, ezt ti normál életkörülmények között végzitek. Igazából azt gondolom, hogy pontosan ez a cél. Ez a cél, hogy önmagához közel kerüljön, önmagával. De ezek nagyon nagy szavak így egy gyerekterápia kapcsán, de mégis azt gondolom, hogy ott indul el ez az egész történet, hogy neked megvolt az eszköz, amikor gyerekként felhőtlenül alkottál, és sajnos ahogyan a teljesítmény útjára rátereljük a gyerekeket, akkor ezt az önfenet, szabad önmagam megismerését egyszerűen, tehát nincs rá idő, nincs rá mód, nincs rá eszköz, és az integratív terápia azért nagyon izgalmas, mert nagyon sok eszközt kínál erre, a művészet terápia is része. És én nem alkotok, hanem, illetve bizonyos szempontból alkotok, csak ugye nem ebben a formában, mert bejön egy gyerek, rá kell hangolódnom, és gyakorlatilag azt az energiát, azt a problémát, amit ő hoz, azt kell segítenem valamilyen formában kifejezni. És egyébként így pont eszembe jutott egy ilyen nagyon élő történet, hogy egy kisfiúval dolgoztam, akinek nagyon intenzív tünetei voltak, gyomorbélrendszeri bepisülő, stb. Viszont egyértelmű volt a terápiás dolgaiból, hogy ennek a gyereknek alkotni kell, ennek ez az élet. Tehát a lételeme azóta már a Waldorfba jár. És nagyon többenet volt, hogy amikor visszajött pár hónap elteltével egy tundi, szorongó gyerekből egy kivirult, magabiztos, önfenelt, mosolygós gyerek jött vissza, és hát alkot önfelettem. Tehát aki ennyire ezen az úton kell, hogy járjon, attól lehet, hogy sajnos pont terápiás közegben derül ki, hogy neki ez az útja. Úgyhogy valahogy ezt próbáljuk mi is elősegíteni. Meg igazából miután a meditációról is volt szó, azt hiszem nagy titkok nem árulok el, hogy ha valaki egyszeresen meditál, akkor a lelkéhez közel kerül, ha most így fogalmazok, és önmagát jobban meg tudja élni, jobban ki tud teljesedni, nagyobb teljesítményekre lesz képes, és a művészetterápia, de ide beletartozik
másfajta alkotás is. Ha most azt mondom, hogy az én kisfiam szeret legózni, az is egy alkotás. Tehát, hogyha valaki épít, vagy teljesen mindegy, mit csinál, de alkot, az egy meditatív állapot. És erre van szükség. Fontos, hogy a gyerekek, beleértve akár az óvodát is, az önfelett játékot élhessék meg, és ne kelljen tanórákon odafigyelve az agyukat tornáztatni, mert nem feltétlenül erre van szükség. Mi a véleményed erről? De mindjárt átadjuk a balhoz. Hogy kell az egyensúly, tehát nyilvánvaló, hogy a mai világ hozza azt, hogy mi mindent kell tennünk a világban, de ugyanakkor valahol meg kell találni az egyensúlyt önmagunkkal is, és igazából ennyi, hogy valahol a kettő, én mindig úgy érzem, hogy a kettő között van az igazság, mert nyilvánvaló nagyon nehéz elszakadni attól, nem is kell elszakadni attól, ami körbevesz, viszont az meg egy nagyon intenzív folyamat, hogy megtanuljuk magunkat, vagy netalántán, volt egy olyan páciensem, aki hát olyan festményei és olyan képei voltak, és mondtam, hogy ezt nem használod, nem alkotsz, és azt mondta, hogy de, hogy hát nincs nekem erre időm. És én nem voltam döbben, hogy hány olyan emberrel találkozom, akinek a kezében, a szívében ott van az alkotásnak az eszköze, és mivel ezt a nevelést kapta, vagy így kondicionálódott, mindezt értéktelennek tartja, miközben szerintem a legnagyobb kincset kapta meg. Úgyhogy én ezt át is adom szerintem, mert ehhez így. Igen, most nagyon sok szó volt az alkotásról, meg a művészetről, a kreativitásról. Hát úgy gondolom, hogy akik most egy kicsit körbejártak az iskolában, látják, nem kell nagyon erről sokat beszélni, hogy itt tényleg alkotó munka folyik nagyon sok osztályban, és még a gimnáziumban is nagy hangsúlyt kap a művészet, és tulajdonképpen ugyanígy még zene, zenetörténet, faművesség, festés és mindenféle művészeti tárgyak vannak gimnáziumban is. De nagyon picit visszakanyarodnék ahhoz is, hogy valaki megtalálja azt, hogy mit szeretne, csak igazából vissza tud találni ahhoz az erőhöz, és akkor azt rátalál, akkor utána ez egy nagyon nagy energiával segíti őt, és akkor teszi a dolgát. Hát tulajdonképpen itt az iskolában úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak azok a dolgok, amelyekben a gyerekek megtalálhatják így azt az erőt, azt az energiát, ami utána nagy lendületet ad nekik. És hogyha valaki erre rátalál, egyáltalán lehetőséget kap rá, mert azért mondjuk meg, hogy manapság nem igazából a művészetek felé, és nem az alkotás felé fordult a világ, hanem inkább a konkrét, tárgyszerű, tényszerű dolgokat megcsinálni, a materialista dolgok, azok most nagyon fontosak. De én úgy érzem, hogy egyre inkább eljön az a hívó szó, hogy egy kicsit visszafordulni, mivel hogy ezek viszont nagyon sok olyan blokkot és olyan terheket raknak az emberre, amit pontosan a kreativitással, a művészetekkel, idézőjelben a meditációval talán most vissza lehetnék kapni. Régen azt gondolom, hogy ez természetesen volt. A gyerekek játszhattak. Tehát nem volt ilyen gond, hogy a gyerek irányított játék. Hogy irányított játék. Tehát most a gyerekek vagy játszanak, vagy nem játszanak, vagy valaki megmondja nekik, hogy mit csináljanak. Tehát itt az iskolában azért nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap az is, hogy még alsó tagozatban is főként, hogy szabad játék, és kimennek a gyerekek az udvarra. És azt se felejtsük el, hogy, és ez igazából most az iskola mellett egy pár szó, hogy ez egy olyan intézmény, amely tulajdonképpen egy szellemtudományos alapra épült. És én tanítottam más rendszerű iskolában is, és nem azt mondom, hogy az rossz volt, és hogy ott nem ilyen gondolkodású emberek voltak, én azt gondolom, hogy egy csomó mindent ők nem vettek figyelembe. Ez egy szellemtudományos felépítésű iskola, és ezt sem a misztikus oldaláról mondom, hanem ennek van egy olyan tudatos felépítettsége, amely figyelembe veszi azt, hogy a gyerekeknek mik az igényeik. És azt gondolom, hogy ezzel mindent elárultam. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy tananyag, egy adott mennyiség, és akkor felosztjuk ezt most 8 egyenlő része, és akkor elsőben ennyit kellene megtanulni, másodikban meg ennyit, harmadikban ennyit, mert tulajdonképpen most nagy részt így van, és egyre több az információ világban, tehát egyre több mindent kellene megtanulni, és érdekes módon egyre kevesebbet tudnak a gyerekek megtanulni. Itt viszont az van, hogy nézzük meg a gyerekeket, hogy ők milyen életkori sajátosságokkal rendelkeznek, mi érdekli őket. És akkor próbáljuk
azokat a dolgokat, a tananyagot úgy rendezni és úgy rendszerezni, hogy éppen az ő életkoruknak megfelelő dologgal foglalkozzanak. És akkor erről nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni, hogy 5. osztályban például a görögség fő téma, akkor a görög kultúrával, a görög kultúrához kapcsolódó mindenféle tevékenységgel foglalkoznak, sőt még olimpián is részt vesznek. 6. a római kor, 7. a felfedezések kora, és ezekkel kapcsolatos minden fő tevékenység abban az évben az iskolában. Tehát azt gondolom, hogy ez és a hozzá kapcsolódó művészetek azért nagyban segítik a gyerekeket abban, hogy ők tényleg megtalálják a helyüket, vagy megtalálják azokat a dolgokat, amelyek után őket segítik meg energiával tölteni. És ebben benne van a kreativitás is. Fontosnak érzem, nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Fontosnak érzem elmondani, hogy miután ugye eltávolodtunk annyira ettől a lélektől, meg Istentől, pedig most már a tudósok is rájöttek, hogy lehet tagadni, de attól még, hogy valaki nem tudja megfogni, attól még az van. Tehát ugye, és ezért fontos, hogy ha a lélek és a szeretet kerül középpontba a gyerekekkel és a felnőttekkel kapcsolatban, akkor tudjuk elfogadni azt a bizonyos másságot. Egy történetet én is elmondanék, éppen most voltam fodrásznál, és éppen egy anyuka panaszkodott, hogy az ő fia nem tanul. És elkezdett veszekedni velem, mondta, hogy hát most már ajtócsapkodás, kiabálás, minden, amit el lehet képzelni, és hogy hát ez fantasztikus, és hogy már nem tudom, másodikos gimnazista. És hát én direkt nem szóltam bele, mert ugye nekem mások a véleményeim erről, de nem akartam, mert nem ismertem őket. De a barátnője nagyon szépen kiigazította, és azt mondta, hogy hát az én fiam se tanult, 3 napig szittam, és utána rájöttem, hogy így se tanul, és akkor utána minek szígyan. És utána mondtam neki, hogy magadnak tanulsz, ha te úgy érzed, most megtapasztalod, hogy ennek mi a következménye, ha szeretnél tovább tanulni, vagy bármit tenni, akkor majd elkezdesz tanulni. És azt mondta, hogy 1 év eltelt, és 1 év után teljesen saját magától elkezdett tanulni, mert ugye hamarosan jött az érettségi. És ezt én is el tudom mondani az én gyerekeimmel kapcsolatban, én soha egyik gyerekemet sem szittam, soha nem büntettem, de elmondtam nekik, hogy mi a következménye ennek, és mi annak. És azt érzem nagyon nagy hibának, hogy ha elvesztük a gyerekeknek a kedvét attól, hogy tanuljanak, nem kell elvenni, csak hagyni kell, hogy tapasztaljanak. Tapasztalják meg, hogy milyen az, hogyha nem teszik, és utána maguktól fogják tenni. És ne félelemből tanuljanak, mert akkor az negatív élményeket szül, hanem belső igényből. Szilvia? Abszolút egyetértek, csak nálunk ugye bejön ebben, hogy nagyon sokszor, ha gyerekkel van gond, akkor ugye nyilván a családra is rá kell tekinteni, és valahogy bennünk felnőttekben van egy olyan szorongató érzés azzal, hogy mi mindent kell megadni a gyerekeinknek, hogy ilyen döbbenten látom, hogy néha a szülők jobban szorongnak az iskola, meg bármi kapcsán, mint a gyerekek. A gyereknek mondjuk az első pár évben semmit nem jelent az, hogy nálatok tudom, hogy másképp van, hogy fekete pont, vagy piros pont, vagy egyes, vagy ötös. Egyszerűen kap valamit, és nyilván a mi reakciónk az, ami, hogy mondjam, tehát amitől beléívódik, hogy ez jó vagy rossz. Azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok ember élete bizonyítja azt, hogy egyszerűen nem azon múlik a sikeres élet, hogy most hanyast kap azon az órán, vagy abból a tárgyból. És továbbra is azt mondom, és nekem ez az ilyen kulcsélményem, hogy a gyerekek annyira könnyen felnyithatók, annyira könnyen megtalálható bennük az a kincs, ami legyen a szeretet, vagy az isteni energiákkal való kapcsolódás. Ezt lehet, hogy ők nem így fogalmazzák meg, de azt gondolom, hogy az alkotásban benne van az az áramlás, az a magasabb energiákra való hangolódás, amit a gyerekek pillanatok alatt föl tudnak venni. Tulajdonképpen a gyerekterápiák kapcsán ezt megtanuljuk, hogy addig, amíg egy felnőttnek hosszú-hosszú idő, amíg a kintről bekerül,
addig a gyerekek végtelenül egyszerű néhány másodperces vagy perces technikákkal gyakorlatilag transz állapotba kerülnek, önmagukkal összerendeződnek, és akkor gyakorlatilag a belső élményeiket pillanatok alatt tudják hozni. Csak nagyon finoman kell bánni ezekkel a dolgokkal, hiszen hát nagyon sokszor ez a szeretetáramlás, meg ezek a nagyon intenzív energiák szokatlanok a gyerekeknek. Nincsenek hozzászokva, hogy ez úristen mekkora élmény, és volt egy nagyon furcsa negatív tapasztalatom, amikor egy kisfiú megtapasztalt egy ilyen transz állapotot, itt most semmi extrára nem kell gondolni, meg egy szeretet élményt így az osztálytársaival, és a gyerek pszichotikus állapotba kerül. Tehát nem vagyunk egyszerűen hozzászokva. Ez egy olyan intenzív energia, amit én úgy gondolom, hogy nálam a Marika sokkal jobban el tud mondani, én látom, meg érzékelem a gyerekeken, amit tanulni kell, hogy hogyan bánjunk vele, és azt gondolom, hogy ez egy életfeladat tulajdonképpen az életünkben, hogy legyen igényünk, legyen eszközünk, legyen, tehát benne legyen az életünkben, ez hozzánk tartozik, de valahogy ez nagyon le van hasítva rólunk, és azt gondolom, hogy Marika az egyik olyan ember, aki ezt éli, és ez az alkotásaiban meg is nyilvánul. Elég nehéz megfogalmazni. Tehát tulajdonképpen én akkor festek, amikor van mit. Tehát én úgy soha nem ölök le, hogy most én festek. Egyszerűen érzem azt a pillanatot, amit meg kell fogni. Tehát ez lehet éppen egy nagyon jó beszélgetés, egy nagyon békés, nagyon csöndes este. Nagyon sok minden indít el egy-egy képet. Tehát erre rá kell hangolódni, és ahogy mondtam, csak akkor fogok hozzá, amikor összeáll bennem a történet, tehát lehet, hogy úgy egy-két napig érik bennem, tehát úgy apró részleteket látok, tehát egy gondolat kapcsán. Itt most talán Pirgának itt vannak ezek a képek, akkor, amikor tavaly novemberben már nagyon sokan a világ végéről beszéltek, akkor indult el ez a bizonyos sorozat, amit itt látnak. Nagyon sok emberben félelem volt, bizonytalanság volt, és én hiszem és vallom, hogy ha a Jóisten megteremtette ezt a Földet, akkor nem fogja elpusztítani. Mert miért pusztítaná el akkor, amikor szeret bennünket? Tulajdonképpen november 11-e után készült el az első kép, így mondanám, hogy piros, nem igazán piros, a kép címe a titkok kapui. Na most ez a kép, és ilyenkor lejön egyfajta energia, tehát mondhatnám így, hogy vannak segítőim, és akkor közlik velem, hogy leülünk és rajzolunk. Hát ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik itt egy pár embernek, de ezt így tudom elmondani, hogy megszólít a belső segítőm, valóm, kinek, ki hogy érzi, hogy mit tud elfogadni. Most azért próbálom ilyen kicsit rejtélyes módon elmondani, és ilyenkor elindul az energia. Ez lehet éppen este 9 óra, vagy hajnali 4 óra. Akkor jön az energiája, lerajzolom, és ez egy ceruza rajz, ami készül, de én abban már látom a színeket, és végig egy olyan energia mezőbe vagyok, ami a későbbiekben is megvan a képekben. Megvan a képek energiája, magas rezgésűek. Érdemes egy-egy kép előtt, tehát amit úgy éreznek, hogy ez a kép nekem tetszik, megállni előtte és föltöltődni. Nagyon magas rezgésűek. Elmondanám sorba a képeket. Az első, így mondom, hogy a piros képpel kezdeném, a kép címe a titkok kapui.
Általában szoktam verset is kapni ezekhez a képekhez. Én most így fejből elmondanám az elsőt, és amíg az emberekben novemberben itt is félelem volt, megkaptam a megfejtést, ha fogalmazhatok így, mert a vers így szól, ami hozzá készült, amit kaptam, hogy megnyílnak a titkok kapui, a feledés fájtlan lebben, egy pillanatra csend lett a végtelenben. Elül a zaj, a rohanás, megpihen a nagy világ, csak egy pillangó szárnya lebben. S kitárul az aranykapu, kiárad a fény az isteni kegyelemben. Hát ez volt az első. Ez volt az első kép, ami készült. Utána, tehát tulajdonképpen itt egy nagy energiaváltozás, akik kicsit is ismerik ezt a vonulatot, tudják, hogy novemberben elindult egy új energia, ami körbefonta a Földünket, és ez egyre magasabb rezgéssel képviseli, most így fogalmazok, magát a jelenbe, és ezt érzékelni lehet nap mint nap ezt a magas energiákat, aki tulajdonképpen egy kicsit oda mer figyelni, időt szár rá, hogy egy kicsit elcsendesedjék. Én bevallom, és ezen nagyon sokan csodálkoznak, nálam egész héten a tévé nincs bekapcsolva, rádió nem szól, és akkor nagyon szépen befele tudok figyelni, és tulajdonképpen így készülnek az alkotások, mert zajba, hát még magam se hallanám, hogy mi az, amit üzennek föntről. És ha még szabad mondani? És a sorrendben elmondanám, utána elkészült a sárga kép, ami az egység energiát képviseli, és hát ehhez is van egy vers, ha elolvashatom. Köszönöm. Igen. És én hiszem, hogy amikor eljutunk oda, hogy az angyal és az ördög együtt táncol, akkor ez már egy nagyon jó történet lesz. A vers címe Angyal és ördög. Liben az angyal, pörög az ördög, táncukat járják, végtelen idő, végtelen tér öleli őket át. Táncol az angyal, táncol az ördög. Egymásba fonva karta karral, keringbe forogva táncukat járják. Táncol az angyal, táncol az ördög. Őrvillőn tágul körbe a lét, lépésük alatt csillagok hullnak, a föld megremeg tarfuk alatt, kristályok ébrednek, új létek születnek, vagy táncuk, ölelésük, csopjuk nyomán. Hát én azt hiszem, eljutunk majd egyszer idáig. Azért még a többinek is elmondhatod a címét, jó? Elmondhatod a címét, jó? Utána készült január 4-én a fehér tónusuké. A címe Égi menyegző. Hát itt bizony egyre haladunk a tisztább energiák felé, majd az új tavasz, a zöld tónusú kép, és tulajdonképpen ebben a sorozatban a lila kép a befejező volt, aminek a címe kiáradás. Tehát mondhatnám azt, hogy egy energiarobbanás, és ezt érezzük, egyre pozitívabban hat, és egyre inkább emelkedik a rezgésünk. Én hiszem, hogy mindenki ezt érzékeli, és ezek a dolgok, hát nem akarok belefolyni bosszú, majd még biztos, hogy lesz rá, hogy továbbadnám. Jó. Most megkérlek titeket, hogy zárószóként mondjatok egy-egy mondatot, hogy mi az, amit még szerettetek volna ezzel kapcsolatban elmondani.
Én mindösszesen annyit, hogy ezekkel az energetikai élményekkel a terápia során spirituális krízis formájában találkozom. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy én abszolút egy ortodox pszichoterápiát tanultam, és ahhoz képest nagyon össze kellett kapni magam, mert nagyon sok olyan élmény van, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, akik megélik ezeket az új energiákat, ami a hétköznapi létünkben nagyon nehezen illeszthető be, és hát úgy gondolom, hogy ez egy nagy élmény, hogy ennek részese lehetek, és van olyan kis segítséget kér ehhez, mert ez nagyon nehezen megélhető vagy feldolgozható, úgyhogy én inkább az itt tudnék kötődni a munkákocsán. Én pedig azt tudom még szintén ezt hozzátenni, hogy ebben az iskolában ilyen dolgokról beszélhetünk, ez szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog, mivel ennek az iskolának a megalapítója, aki 1919-ben alapította az első Waldorf iskolát, és Rudolf Steiner hívták. Tudjuk róla, hogy ő is elég különösen látta a világot, és hogy ami most esetleg nekünk így furcsa, vagy különös, az valamikor azért, hogy valakinek egy természetes dolog volt. És hogyha ilyen képekről beszélünk, és művészetről, és versekről, akkor azt gondolom, hogy ez egy hozzá kapcsolódó és az iskolához kapcsolódó nagyon jó dolog, és hát sok jó dolog van mindenkinek, hogy szervezet kívánom. Marika, szeretnél-e valamit mondani, mielőtt én mondom el, amit szeretném? Egy bátorítást szeretnék mondani. Én azt javasolnám, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy kedve van, most nem azt mondom, hogy mindenki fogja hozzá festeni, mert hogyha valaki volt, sajnos nincs már közöttünk, egy nagyon kedves barátom, csodálatos kerteket tudott csinálni, varázsolt, álomszerűeket, amik úgy éreznek, hogy kedvük van hozzá, próbálják ki, és ezek a dolgok kortalanok. Nézzék a hajamat, úgyhogy gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez nem korhoz kötött dolog. Amikor megszületik az ember, az az érzés, hogy csináld meg, akkor okvetlen hozzá kell fogni, mert valami fantasztikus dolgokat lehet megélni. Nagyon köszönöm, Marika, és most én befejezésképp nagyon megköszönöm mindenkinek a figyelmet, nektek is az itt létet, és az egész nap arról szólt, hogy összekössünk gondolatokat, különböző emberek tudását, és megnyissunk mindenkit egy másfajta gondolkodás irányába. És ezek mind-mind elméletek, de most lehetőségünk van kicsit gyakorlatban is energiát befogadni, mert hamarosan táncházat fogunk itt tartani, Mészáros János vezetésével, és úgy érzem, hogy itt el kell mondanom, hogy ezek a programok tovább fognak folytatódni, tehát ősszel-tavasszal megrendezem ezeket a programokat, de úgy érzem, hogy ha beszélünk arról, hogy térjünk vissza a természethez, a természeteshez, és segítsük egymást abba, hogy ezeket az energiákat be tudjuk fogadni, hát ehhez az egészségvár egy gyakorlati segítséget is fog adni, és minden hónap második szombatján kint a természetben tartunk egy egészségvár napot, Bullás Marika segítségével, a Vas Péterné segítségével, és ezt mind a Sándor falván, a mi házunkba fogjuk megtartani. Ott nagyon jó energiák vannak, és olyan foglalkozásokat és olyan együttlétet fogunk közösen kirándulással egybekötve tartani, ahol segítjük ezeket a önmagunkhoz vezető utat. Mert ugye mindenkinek magának kell ezeket a lépéseket megtenni, de mi segíteni tudunk ebben. Úgyhogy ha valaki szeretne erről bővebben hallani, akkor adja meg az e-mail címét és elküldöm. De itt papírt is tudok erről adni, de ugye hát ez nem egy részletes program. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ne menjenek messzire, mert most fogunk tombolát sorsolni, tehát aki vásárol tombolát, az most vegye elő. De egy 5 perc szünetet azért kérünk, és köszönöm szépen, mindannyiatok.